Szabusz! Kedves Sunshine! Boró így! Csumi! Patta lepi! Most megmunkálás! Megköszönöm én is! Csákó! És akkor, amit kókáljunk tovább, majd eljutatjuk hozzátok! Keresztül szaladunk itt a patelepen, a 2-es, illetve a 3-as műhelyen. Zsolti kolléga éppen homokszórja a IFA TGK felépítményt. Alaposan letintisztítja, fortisztítja, szemtetisztítja, megkapja az epoxit is, akkor körülbelül így történik. Egy gyors helyzetjelentés a IFA TGK-ról. Voltak itt egyéb karosszériabeli problémák. Itt volt egy kis lyuk, szépen kihelyeztettük, és utána egy kis géttel, a kis apró felületi hibákat kijavítottuk. Helyenként horparás, kisebb, nagyobb. Itt egész nagy horparás volt rajta. A géttet letakarítottuk, és akkor utána spotkal virángattuk. Ugyanilyen probléma volt itt is, vagy neki mentek valaminek, vagy nem tudom mit történt vele, bár most nem látszik. Itt is volt rajta egy olyan jó centi, másfél centi git. Igazából ezt is letakarítottuk, kirángattuk. Itt látszik, hogy még a spot okozta a kisebb sérüléset. Itt vannak itt igazából egy olyan 1-2 mm git van, ugyanúgy, mint itt a sarkon is. Bár ez nem lett megörökítve, meg kellett volna. De ez most így néz ki egyenlőre. Hát itt meg ki volt lyukadva. Nem üveg száraz gittel kasznisztuk, hanem kéne szépen vágva. Ide még be lesz majd javítva úgyis. Gyorsan húztunk bele egy kis gittet. Hát itt van egy kis törés benne, de ez az autó igazából nem kiállítás készül. Munkára megkiszoljuk és akkor a fatelepi fény után mehet újra dolgozni. Nagyra nem rossz a fülkéje. Belülről is ki van papírozva, így is lesz festve. A lehetőségekhez képest megpróbáljuk kihozni a legtöbbet ebből az autóból, amit lehetne. Majd látjuk, hogy sikerül. Egyenlőre így néz ki az IFA, hogy némi git megcsiszolás után. Körülbelül nem sokára kap egy kis töltőalapozót belepújkálva helyenként. Azért nagyon túlzásban nem véve. Csak nem egy kiállítási darabról van szó. Nem megy ki az utcára dolgozni és termelni a gazdájának a pénzt. Bújkál az erdőben, fasorban mindenfele. Az így néz ki most egyenlőre. Mindjárt keverek egy kis füllert, és akkor felhozjuk, ahova szükségesnek látom.
nézzünk egy ifatrákot, hogy állunk ezzel közben. Bekerült a műhelybe. Jelenleg épp az elektromosság újjáépítése folyik. Még egy kolléga már szépen befűzi a vezetékeket. Én még itt a fülkén belül fel van címkézve. Melyik micsoda. Én pedig itt a fülkén belül próbálom összegörcsölni a megfelelő helyre. Közben már a kárpitozás is félig meddig készen van. Itt az ajtón is. Kis levonózás megyen. Lesz majd még itt egy kis vonalfúrás. Ezeket fel kell még fúrnia. De körülbelül egy milliméterrel nagyobbra. A hátsó rész az már megvan. Benne az új csopszín meg a persely. A hátsó lámpát kell még mikinek felszerelni. Igazából meg a platót meg kell rögzíteni, mert még egyenlőre csak ilyen idéglenes csavarral vannak rögzítve, de már megjött a 10-9-es Indus csavar hozzá. Majd körülbelül így állunk. Tükrök meg ilyen kis csecsebecsék még hiányoznak róla. A héten valószínű, hogy ez is készen lesz, és akkor utána indul a lakóautó projekt. Egy kis dobozos autóból lakóautót varázsolunk. Hátfényezve, lehomok szórva. És berendezve a kis doboza. Szia Miki, mit csináltál? Ifát kupongozok. Azt hittem kémény sepertél. A pofám volt az összes gomény. Ha ne csináld már, szerintem semmi baj. Hallod, nem vagy te keresztezve véletlen fekete pákóval? Hát legyél te keresztezve pákóval. Na. Na, valami kis rózsaszín fugással, valami. Jó, fekete pákóné. Pákóné van. Na jó, hol akkor, kotor tovább a kémény. Okay, csumi. Te mit piszkálsz már Miki megint? Hát, van itt egy ilyen... Ifa? Ifa, tovább is van. Ami a lehetek kenyér elbogda, és... Hát kinyilott az ajtó, közben, hogy jött a gyertben. A húzat kihúzta. Ez egy kicsit ilyen... És csomóra szólta a dolgokat. A felhagyatot amikor belőle. De már most a vége felé jelent, hogy vissza. Utolsó simításokat végzett. Nekem tetszik. Nekem is. Úgyhogy kapott egy ajtót, kapott egy sárvédőt. Egy rohadt abból ment a másik, de legalább nem volt összetőre. Igen. Négyből csináltunk kettőt alapon. És akkor hát látszik a tükör még az eredeti. Még a sár sem akartuk le róla, úgy összeret akkor. Kedves ismerési, a tarcát nem mutatjuk. Görözött bűnöző. Meglátja Tóni bácsi, hogy itt most kalabrik nálunk. Hát majd kivágunk, kikukorékolom. Kakasva. Na mindegy, a hátsó része sáros, az eleje kevésbé sáros. Miki feltaknyolta. Borítottunk rá egy kis trinátot. És folytatjuk a munkát tovább. Ott érdem meg. Ott látszik, hogy ajtó az ki volt hajolva, úgy közlekedtek vele, továbbra is használták. Három teszi szor van az ülésen, a váltón és a kárpit belsején. A tulajtas sem rettentette, hogy 20 centi híja van a tökélete záródásnak. Hát az a baj, hogy az így van. Na megérkeztünk az IFA Tejher autóba, ami jelenleg így néz ki. Lehet belül is festve, műszerfalt is kicsit megpingáltuk. Annyi, hogy a régi áramtalanítót, azt a jávásat, vagy nem tudom, pannoniásat kicseréltük. Zátorosat kicseréltük ilyen személyautó áramtalanítóra, mert mindig tele megy hamuval, és utána csak kontok bajok vannak. Sőt, a lámpát, ami a lámpát is kapcsolja. És ezt helyettesítettük Mercedes teherautónak a kapcsolójával. Tompított van rajta.
meg van munkalámpa. Ha kihúzzuk, sőt, visszajelez is. Hátul látszik. Vissza is jelez. Igen, van sziréna is rajta. Ezt nem sziget... Á, leszigetelted? Nancy, minden meg van csinálva az órán is, gyönyörűen. Le van tömítve, nem folyik. A víz, kapott egy foszforeszkálat, felvonalt, hogy hihetetlen. Na mindegy, nézzük meg a napi első indítás, hogy hogy indul ez. A sebességváltót azt ürös helyzetbe tesszük. Üzemanyagmérés működik még. Na. Hihetetlen. Hogyha a hangja nem árulna el, hogy beindult, akkor a látvány az elárulja. Hol meg a koncert? Malbor Jancsi és a többiek? Hol meg a koncertet? Rendezünk itt a fatelepen a harmadik és a negyedik beállóba. Ilyen verseny, könnyített motorban. Ja, könnyített főtengely, meg hajtókar, ilyesmi. Aha. Kicsit igen. Utána tudja a tengelyen mérve. Nem motoron, nem főtengelyen, kerekedni a tengelyen. Mit lehet tudni erről az autóról? Erről a hatalmas nagy csáposzról. 300 lóerő, 300 Nm motor. Marha nagy gázpedál van benne. Megyünk át a másik oldalra, mert ott kicsit frissebb a levegő. Á, megkapta az új, legújabb dizájnos LED lámpát. Félvilágít. Bekapcsoltam? Bekapcsoltam. Van rendszám is rajta. Egy kurva nagy csápos emelej. Vagy fog a fék, be van nyomva a fék. Fézzük. Akkor lehet. Ez egy szakszerű. Mi lett ezen csinálva, Miki? Meséld már el nekem. Vonalba lettek kurva a régi csapszegnek a hely. Belettek felseje, ez a nagyszilárdság a felseje, most már nagyon szépen vesz a zsírt, mindegyik, nem lökök, nem kutyog. A homokszorva, burkoló lemez ki lett cserélve. Ez is. Átmegy az autó, vezetékel elektromosan, a levegőrendszer rendben egyszerűen. Kapott egy komplet fülkét, mert a másik úgy el volt róla, hogy gazdasági tutáltában rendetezni. Lehet, hogy eszel még sor kerül rá, de most volt jobb fülke a tulajdonosnak. Kapott új sára érő gumikat. Pipás. Kapott egy teljesen új belső kártyúzás. Ez is? Fényezés. Hát egy gyönyörű fényt, igen. Kapott ki a sötétben. Fény legyen az éjszakában. Kapott egy másik motor. Az övé kellett másba. Egy versenymotor. Természetesen. Lelet zsirozva. Ilyen, ez nem minden napi látvány. Két tükör van rajta. Hátsó rugor csapszik csere volt. Hátul legyen a látva erősítve. Sőt, van egy teher mentesítő gumiba. A súlytámasztók lettek építve. Igen. Tízes lemezből kapott egy erősítés, mert kicsit megvoltak korogálva. Gyengülve a váz, a homokszórás után névóval át lehetett rajta látni. Szita effektus. Szintén az első rugóköpek hátsó csúszkájánál meg lett a váz erősítve. Oda is új betényeket adott belőle. Új csavarokkal lett rakodva felé. Még erősebb csavarokkal mindig elszakadt. Kapott egy gyári. Teherautó, itt van. Felújítás. Annyi, hogy ezen már csak egy munkalámpa van. Hozzák be. Van annyi fénye, hogy elegendő lesz. Feltermelt a levegőt, mint már haladszik. Mindegy gázállatot azt mindenféleképpen adunk a pilótáknak.
úgy gondolom, hogy a szükséges. Némi papírhulladék található rajta. Mindjárt pattanunk bele, és akkor repítem is át az erejművel, hogy hadba álljon másik három társával együtt. Az akkumulátor az itt van gyárilag kívül, de a hamu megáll mindig a tetején, tönkre megy. Ezt betettük úgy szintén ide a fülkének a belsejébe. Új vezetékekkel, új pátron kapcsolóval, még új szényeggel, hogy kire hiányzik még egy kártit. Viki nem rakta bele. Nem baj. Szépen néz igazából. Új akkumulátorral. Új kicsit. És hihetetlen. Ez passzol hozzá éppen is. Tele van. És érkezik a csodálatos IFA 1500 km per órával. Indulunk utána. Itt szegér szürke füstje van az IFA-nak, de majd elhagyja most szakúig. Let's go to the phone.